Szombaton a kora délutáni órákban is sokan látogattak ki a kastélyparkba. Többen kóstolták meg a borászok által kínált nedüket, de a finom falatok illata is hívogatta az érdeklődőket. A látogatók szendvicsek mellett a könnyed nyári ízek közül is választhattak a különböző standoknál. Többek között tokhaltatárt, csirketonkacut és vörösboros marhasültet vargányes rizottóval is kóstolhattak a vendégek. A csirkét szinte mindenki jobban ismeri, úgyhogy abba több bizalmat vetnek az emberek, de változó, nagyon változó a közönség is, úgyhogy a hölgyek inkább a csirkét, az úri emberek meg általában a marhát, és a bátrabbak pedig azért a nyers haltatárt inkább azok kóstolják. A pikniken a fogyasztás mellett a pihenésre is volt lehetőség. Többen használták ki sziesztára a kihelyezett párnákat. A gyermekes családok számára is készültek a szervezők kikapcsolódási lehetőségekkel. Ők a fanyűvő játékok és az ugráló várak közül is választhattak. A színes program kínálat többeknek elnyerte tetszését. Nagyon szeretünk, amúgy is, mivel közel lakunk, sokat járunk ide, és ez egy nagyon jó dolog, hogy így a füvet ki lehet használni olyan célra is, hogy így rá lehet telepedni és lazulni, szórakozni, úgyhogy tetszik. A Herikon Kastély Múzeum azzal a céllal hívta életre a parkpikniket, hogy még inkább színesítse a szabadtéri program kínálatát. Úgy vélték, a park területe kiválóan alkalmas arra, hogy közelebb hozzák a természetet a látogatókhoz. Ebben az évben több szabadtéri programot is megvalósítottak, melyeknek mind ugyanaz a céljuk. Fölhívni a figyelmet magunkra igazából erre a csodálatos parkra, hogy mekkora lehetőségek rejlenek még benne a jövőt tekintve is, és hát ezzel is próbáljuk ide csalogatni a vendégeket, hogy kellemes környezetben, gyönyörű szép környezetben, jó hangulatban egy-egy szép estét el tudjanak tölteni nálunk. Esténként koncertekkel is szórakoztatták a közönséget a parkban. Szombaton a Happy Dixieland Band játszott, akik első alkalommal állhattak a kastély színpadán. Charleston, Dixie és jazz slágerek szólaltak meg előadásukban. Ők is úgy fogalmaztak, pozitívnak vélik ezt a kezdeményezést. Ez egy remek kezdeményezés, azt gondolom, és hát minél hosszabb távon működjön ez a rendezvény. Azt kívánom, és minél több látogatója legyen ennek a rendezvénynek. Sötétedés után fényjátékkal is kedveskedtek a látogatóknak. A kastély falára kivetített színes effekteket kifejezetten az épülethez komponálták, így páratlan látvány terült az érdeklődők elé.